A dél-balatoni borvidék a Balaton déli partján Somogy dombos lejtőin terül el. Szőlőterülete 3400 hektár. Magyarország 22 történelmi borvidéke közül nagyságrendileg az 5. helyen áll. Mégis az értékesített palackok száma és minősége a dobogóra emeli. Amióta a világ világ, Somogyban ismerik a szőlőt, még inkább a bort. Már a rómaiak és a kelták is termesztettek itt szőlőt, ezt régészeti leletek is bizonyítják. Címerét, amely az ország első megye címere volt, II. Ulászló király adományozta 1498-ban. A címerpasban egy szőlőfürtöt és vesszőket tartó kéz látható. Az adománylevél szerint ebben a vármegyében olyan bőségesen van bor, hogy az országunk leggazdagabb vármegyéjéhez lehet számítani. A virágzó szőlőtermesztést először a 150 éves török uralom törte derékba, majd később a 19. század végén a filoxéra pusztította el a szőlők nagy részét. Az 1950-es években indult meg a tőkék újratelepítése, melyben a balatonboglári állami gazdaság játszotta a főszerepet. Mondhatnám, hogy a próbák jól sikerültek, a premier elsöprő volt, melynek végéről nem maradt el a vastap sem, így a somogyi szőlőterület 1982-ben megkapta a méltán kiérdemelt borvidéki rangot. Sajnos a rendszerváltás előtti idők igénytelen turizmusát nem érdekelte a minőségi bor, ám a 90-es évektől kezdve minden megváltozott. Új szemlélet, új művelési eljárás, új technológia, friss lendület jellemzi az alakuló családi pincészeteket. Ők teremtették, teremtik meg azokat a hódító csúcsborokat, melyeknek ígérete mindig is ott lapult a déli part lankás dombjain érő szőlőszemekben. Mára már a vidék sziporkázó borai az ország legjobbjaival vetekednek. Mi sem támasztja mindezt jobban alá, mint az a tény, hogy a Dél-Balaton kétszer is az év borászát adta. 2006-ban Garamvári Vencel, 2008-ban pedig Konyári János személyében. A dél-balatoni borvidék a szomelié szívének kedves borvidék. Miért lehet ilyet mondani? Mert a borvidék borai gyakorlatilag a teljes skálát bemutatják. Ugye a borok egyik fajtája az a könnyed, magasabb savtartalmú bor, amivel akár még jó pezsgőt is lehet készíteni. A borvidék ezt is tudja nyújtani. Csodálatos illatok, nagyon szép savak, nagyon jó gyümölcsök koncentrálódnak a fehér borokban. Vannak, mégis arra is szükség van, vannak az úgynevezett ivóborok, tehát a tömegborok, amelyekről szólni kéne a hétköznapjainknak, amikor kvalitást iszunk, akkor, amikor nincs ünnep, és nem adjuk egy bizonyos szint alá. A borvidék ilyen borokban bővelkedik. De vannak koncentrált, magasabb alkoholtartalmú, akár újfahordós érlelésű borokra is, és nagyon szép példák, amelyek jó része már akár a dűlőnek a nevét is viseli. A rozék illatosak, kedvesek, könnyedek, és mindezt nyújtják, amitől egy rozé az ember számára kedves lehet, és alkalmasra teszi nagyon sok étel mellé párosítható italként. A vörösök közül pedig a könnyedebb, gyümölcsösebb, alacsonyabb tanintartalmú vörösöktől a skála egészen a mély, magasabb savtartalmú, magasabb tannintartalmú, nagy testű, hosszabb érlelésű vörösökig ível. A bort tisztelem. Vagyis ez azt jelenti, hogy tisztelem, megadom neki a tiszteletet. Tudom, hogy a bor az mindenkit legyőz. De hogy ne győzzön le, nekem olyan akaratomnak kell lenni, és úgy kell őt tisztelni, hogy annyit fogyasszak belőle, ami a jókát fejez, a jó hangulathoz, a normális emberi kapcsolatokhoz szükséges. Azt szeretnénk, hogyha a vendégek ide jönnének, jól éreznék magukat a Balatonparton, mikor hazamennek, visznek egy üveg bort, vagy kettőt, és akkor pár hónap múlva, amikor felbontják, akkor emlékeznének a balatoni nyaralásukra. A Balaton déli lejtői olyan boroknak a hazája, melyet nem elég egyszer kóstolni. Aki valaha is lemerészkedett a pincék hűs csendjébe, és megtapasztalta a Dionüszos szívének oly kedves nedűt, többé nem törölheti ki tudatából. Szíve visszahúz, újra kóstolni vágyik a Balaton lehellete,
a napsugarai és a szőlőnászából született elixírt, a dél-balatoni bort.